Sziasztok, jó reggelt! Most uton vagyok már Ildihez, ugye nála kezdem a reggelt, és utána muszáj égőket venni a lámpába, illetve bemenni a Mangóba visszavinni a ruhákat, amik nem lettek jók. És aztán este lesz egy avonos esemény, ami nagyon különleges lesz, ilyen karácsonyi, amit foglak még elvinni titeket. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz még. Szeretném kérni ugye a Lego csillagot, az se sikerült tegnap, berakni a Kallaxba a szekrénybetéteket, az se sikerült tegnap. Szeretnék egy nyereményjátékot összeállítani nektek, az se sikerült tegnap, úgyhogy ezekre mind remélem ma holnap sort kerítünk. Hát ne haragudjatok, hogy eddig nem jelentkeztem még be, de ez a napom nem igazán úgy alakult, ahogy terveztem. Kicsit rohanósabb lett, és kicsit zsúfoltabb. Egyelőre csak a Mangós ruhavisszavitelt intéztük így el a napirendi pontról. Most pedig megyünk egy avonos eseményre, nem tudom, hogy tegnap említettem-e, de egy nagyon izgalmas karácsonyi avon esemény van ma este az állatkertnél. Említetted. Igen? Szerintem. Hát akkor szupi. Köszi, Ari. Utána próbálunk majd meg égőt venni. Megint csak tolódik a Kallaxos történet, a nyereményjátékos történet és a Legós történet. Mert hogy még meg kell vágnom a vlogmaszemet, illetve Ildinek is kell videókat vágnom, meg ilyenek. Úgyhogy picit ez a hét zsúfisabb lett, mint gondoltam, és kicsit le vagyok maradva magammal. Viszont a holnapi forgatásomat meg lemondták, szóval holnap remélem, hogy fel fogok tudni zárkózni. Jól van, Ari, de menni kéne az eseményre. A kis csomagok, amiket díszítünk, ezek jótékony célra mennek egy anya otthonba, az Avon jó voltából. Legutoljára körülbelül 3 éves körülben ültem a kereken, az is meg van videón. Esetleg, nagyon esetleg megtalálom, akkor mindig berakom majd meg. Ahogy beszálltunk, hát, és mindig úgy, hogy gyere ide közel hozzám, jó? Nem. Akkor én ülök ide hozzád közel, jó? Hello! Jó, megyünk! Na? Sikerült? Szép. Itthon vagyunk, és annyi mutatnivalóm van, hogy az nem igaz, de először kezdem a mai teával, mert
úgy érzem, hogy szükségem van egy finom teára. Tök érdekes, pedig annyira nem vagyok teás, de ezek olyan jók. Little Dreamer ízű. A következő mutatnivalóm egy hiper szuper izgalmas dolog. Tegnap a fotózásra hozta nekem Csenge a palettája, a Glossy Way, a Gloss in Beauty-tól. Hiper szuper kis paletta. Egyetlen egy színt már ki is próbáltam belőle még tegnap a fotózáson, ezt az ilyen nagyon szép pezsgős árnyalatot. Nagyon-nagyon szép kis paletta, de holnap, amikor jobban látszik, akkor meg fogom újra mutatni. Egyébként azt akartam még mondani, hogy voltam a DM-ben valamelyik nap, és ugye beszéltem arról, hogy a Diablo magyarul krém az a DM-ben a legolcsóbb, és hát már nem. Már ugyanannyi, mint mindenhol máshol, 1990. Úgyhogy most már mindenhol drágább, egy picivel, mint a Nutella. Az Avonos eseményen kaptunk goodie bag-et. Megnézem, hogy mi van benne. Parfüm. Far Away Beyond. És ilyen hiper-szuper luxi dobozban van. Van még benne egy katalógus is, meg egy kis üzenet, hogy köszönik az együtt töltött évet. Ez egyébként egy újdonság, ez a parfüm. Az Avon legmagasabb illóolaj koncentrációval rendelkező parfümjének elragadó jegyei az érzéki, füstös vanília, egzotikus jázmin, ropogós, édes körte, ünnepi illat, legalábbis ezek a hozzávalók nagyon úgy hangzanak. És ha már Avon, a kalendáriumot is kinyitom. Ajak ceruza, true red árnyalatban. Hát én olyan ceruzákat nem nagyon szoktam használni, úgyhogy ez valaki másnál fog landolni. Természetesen azt hiszem mondanom sem kell, de a Kallax betéteket ma se volt idő berakni, égőket ma is elfelejtettünk venni, dekorálni se volt idő. Szombaton Elivel tesótalira megyünk, ami szuper izgalmas lesz, láthatjátok majd a tesóit, legalábbis néhányat közülük. Vasárnap este pedig impro előadásunk lesz. Úgyhogy, ha gondoljátok, akkor amúgy arra gyertek el. Ha nem felejtem el, akkor berakom a linket az infoboxba, ahol jegyet tudtok rá venni. Ez ilyen karácsonyi témájú improvizációs előadás. Tavaly is volt egyébként, a tavalyi vlogmaszben is benne volt. Egy nagyon izgi csomag várt itthon, méghozzá a Levi's-től. Egy bélelt farmer jacket van benne. És ennek a farmer jacketnek a neve az Ex-Boyfriend Trucker Jacket. És már nagyon-nagyon régóta vágytam egy ilyen bélelt farmer Jackire, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a Levi's-nek, hogy elküldték nekem. Ez pont olyan, mint... Igen, Eli, neked is tetszik. Ez pont olyan, mint amilyet szerettem volna. Remélem még nem lesz annyira nagyon hideg, hogy ezt ne tudjam hordani, de ha egy jó meleg pulcsit aláveszek, akkor szerintem még bőven elmegy ilyen időben. És van itt még valami. Szívecskével van az íre rárakva a pont. Farmer stocking! Jaj, de jó, ez szuper! Ó, Ari, ez neked jött! De cuki, nagyon-nagyon szépen köszönjük a Levi's-nek, hogy Arira is gondoltak. Cukorka! Két pár zokni is van benne, na nézzük, ez kinek jött. 35-38, akkor nekem! Egy ilyen nagyon szuper mustársárga, és egy fehér zokni. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hát ez nagyon kedves, iszonyúan örülök neki. Nagyon köszönjük!